Két gyáli édesanya javaslatára vezették be gyálon a baba köszöntő programot. Az újszülöttek megajándékozására 4 millió forintot különítettek el, hiszen 2015-ben is mintegy 250 gyermek születésével számolnak. A program lelkes élharcosa a polgármesteri referens, Suhajda Ivett az ajándékcsomagok összeállításában is kiemelkedő szerepet vállalt. Nagy örömünkre szolgál, hogy egy új kezdeményezés született a városvezetés részéről a gyáli baba köszöntő program bevezetésével, két gyáli édesanya kezdeményezésére. Gyálváros önkormányzata azon gyáli lakhelyen rendelkező gyermekek nevelését kívánja támogatni ezzel a csomaggal, akik 2015. január 1-én vagy azt követően születnek, és legalább az egyik szülőjük a gyermek születését megelőzően 3 hónapja gyáli bejelentett állandó lakhelyen rendelkezik, és életvitelszerűen gyálon is él. Ez a program, ha jól tudom, akkor bizonyos keretösszegből gazdálkodik, és ha jól tudom, akkor egy előzetes tervet, egy kalkulációt is készítettek, hogy körülbelül mennyi csemete fog születni ebben az esztendőben, gyáli vonatkozású csemete. A korábbi évek tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy a születések száma emelkedő tendenciát mutat városunkban, ami azt jelenti, hogy a 2014-es évben már több mint 220 gyermek született. Erre a képviselőtestület mintegy 4 millió forintot különített el. A csomag formáját illetően mintegy 15 ezer forint értékű támogatási csomagot jelent, amely baba kellékeket, baba ruházatot, illetve más a gyermek egyéb gondozásával kapcsolatos termékeket tartalmaz. Az ajándékcsomagban helyet kapott egy flexibilis LCD kijelzős lázmérő, amely a legnagyobb előnye abban mutatkozik meg, hogy 10 másodperc alatt méri a testhőmérsékletet. Ezen kívül 2 darab 100% pamutanyagból készült body, amely dupla patenttal rendelkezik, így 2 méretre állítható. Kikérték az édesanyák véleményét? Tehát amikor ezt a csomagnak a tervezése történt, hogy valójában mire lenne szükség? Gondolom így alakították ki ezt. Így van, 2 gyáli édesanyával kooperációban dolgoztunk, és az ő véleményük alapján, illetve a gyermekorvosok, továbbá a védőnők segítségét kértük. Mire számíthatnak az édesanyák, illetve az újszülöttek? Lesz egy központi alkalom évente egyszer, vagy pedig amikor a gyermek megszületik, utána történnek ezek az ajándékcsomagoknak az átadása? A gyáli baba köszöntő programot egy ünnepélyes átadó keretein belül szeretnénk megrendezni. Ezt 2015. március 3-án a gyáli polgármesteri hivatal tanácstermében kívánjuk megrendezni, melyre Pápai Mihály gyálváros polgármestere írásban küldött meghívót az érintett szülőknek. Ekkor adódik a kérdés, hogy aki március 3-a után születik, azzal mi történik? Ők pedig a gyáli polgármesteri hivatalnál kérelem formájában tudnak a támogatáshoz folyamodni. Ez a program széles szakmai összefogással és nagy gondossággal készült az újszülötteknek, illetve családjuk számára, melyhez ezúton is sok örömet és egészséget kívánunk. A gyáli védőnői szolgálat is hasznosnak tartja az önkormányzat kezdeményezését. Nagyon örülünk ennek a kezdeményezésnek, nagyon szép és figyelmes kezdeményezés. A babakalóz főleg, ami az édesanyáknak az első, nem csak az első napokban, hónapokban, az első életében nagyon sok jó tanácsot ad az intéznivalók, ami születés után, ugye hivatalos intéznivalókat nagyon jól összefoglalták, és utána hát a baba fejlődésével kapcsolatban is egy nagyon jó kis összefoglaló van. És azért is nagyon jó ez a füzet, mert ugyan mi is elmondunk sok mindent, de az első napokban, amikor a kórházba hazajönnek, hát az a sok információ nem ragad meg minden fejükbe, és ez a színes kiadvány szép is, és amikor mi nem vagyunk ott, akkor elő tudják venni, és utána tudnak nézni az intéznivalóknak, vagy a babával teendőnek, főleg az első szülötteknél. Megerősíti azt az információt, hogy itt a térségben az átlagnál magasabb a gyermekszületések száma az elmúlt időszakban? Igen, tavaly nagyon sok kismama, szinte duplája volt, mint az előző évvel körzetekben, és várhatóan az újszülöttek is. Mi lehet ennek a magyarázata? Tehát a kormánynak a családpolitikája? Biztos, hogy van része benne. Többen vállalnak második, harmadik gyermeket, és az első szülőnők is
és nem feltétlenül fiatalok, 30 éven fölüliek most jönnek egyre többen. A kismamák is nagyon örülnek az új programnak, a január 20-án született Bennett édesanyja azt is megfogalmazta, hogy leginkább mire volna szükség. Bennett 4 hete született, ha jól tudom, és nem tudom, hallott-e arról, hogy itt gyáron egy babaköszöntő program indult január 1-ével? Hát még konkrétan nem, meg nem jártam teljesen utána, de ennek nagyon örülünk, hogy ez ilyen is van is. Meg fogja önöket ajándékozni a város polgármestere az önkormányzat nevében. Jól fog jönni önöknek a baba holmi? Természetesen, mint mindig. Persze, nagyon örülünk neki, hogyha sikerül ez. Milyen baba a Bennett? Jó gyerek? Hát igen. Jó. Jó, természetesen. Éppen bealudt. Mire lenne most legnagyobb szükségük? Hát a pelenka az mindent érend. Ez ilyen dolgok, ez a napi dolgok, ezek minden nap jól jönnek.